Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, egy heti jóslás augusztus 21-ig. Itt az első képen megjelenik ez a torony. Az jelentheti azt, hogy te szeretnél valamit megnagyobbítani. De itt van mellette a felhő, tehát ez nem a megfelelő időpont erre, hiszen valami még átláthatatlan. Sőt, itt vannak még viták, veszekedések. Majd úgy szeptembertől kezdve javul a helyzet, mert szeptember hónapban az egerek eltávolítják ezeket a kártyákat, és itt a gólyák utalnak már akkor a változásokra. Amit ez a torony még jelenthet, egy hivatalos vagy egy bírósági ügy, itt ebben a helyzetben vannak még viták, veszekedések, valami átláthatatlan. Itt is úgy van, hogy majd szeptembertől javul a helyzet, ami szerencsét hoz, és akkor kitisztul valami. A gyűrű jelenti a jó kapcsolatokat. Ha te egy hölgy vagy, akkor itt vagy látható a képen a lelki társad vagy a férfiak, itt ez a lovas férfi utal erre. Itt a fejed fölött megjelenik a kasza és ez a fa, tehát te valamit le akarsz zárni, valamit szeretnél eltávolítani az életedből. A fa az jelenti az egészségügyi témákat, lehet, hogy ezen a területen dolgozol, és itt lesz munkahelyi változás, de ez az egészségügyi téma jelenthet betegségeket is, de ez elmúlik, hiszen a kasza ezt eltünteti, az egerek segítenek ezt a betegséget eltávolítani, itt van akkor a szerencse, itt kitisztul valami, és mint mondtam, itt vannak jó kapcsolatok. Itt megjelenik ez a kereszt, ez utalhat vallási témákra, vagy egy spirituális területre is, de jelenti a döntéseket, hiszen elérkeztek az élet utatokon ehhez a kereszteződéshez. Itt ez a kártya szintén erre utal, az élet utatok, és ennél a kereszteződésnél elgondolkoztok azon, hogyan tovább, milyen irányba. Ez a kereszt és az út kereszteződés jelent találkozást is, hiszen a sors utatok kereszteződik. Téged és őt itt ez a kártya összeköt, tehát lesz találkozás. Azon kívül megjelenik a szerelem kettőtök között, a virágcsokor lehet egy ajándék, egy kellemes meglepetés, de jelenti a nőiességedet, a szépségedet is. Itt a szerelmi élet területén lesznek változások, és pontosan ez, amire ő gondol, ez a férfi. És itt a virágcsokor jelenti a szerencsét. Ez a kereszt szintén jelenthet olyan szerelmi köteléket is, amikor kármikus témákról van szó. A napsugár jelenti a vonzalmat kettőtök között, vagy a te kisugárzásodat, és itt ez a park a nyilvánosságot, a nyilvánosságon találkoztok, vagy azt is jelentheti, hogy megkapod az elismerést, és itt lesznek jó kapcsolatok. Ami a vitákat, veszekedéseket, nézeteltéréseket illet, különösen, ha hivatalos dolgokról van szó, az szeptemberig lezárul. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Tender rá!